Ünnepelt a sárospataki egészségügy, volt is okuk az örömre, hiszen intézményesített formában idén 40 éve, hogy szolgálják a pataki és környékbeli lakosok egészség megelőzési gyógyítását. Sárospatak város rendelő intézete és a hozzá kapcsolódó ellátások sok változáson mentek keresztül az eltelt időszakban, amihez minden egykori és jelenlegi vezető és dolgozó sokat tett hozzá. A város polgármestere köszöntőjében arra is kitért, hogy az utóbbi 10 évben rengeteget fejlődött a pataki egészség. Megtöltöttük olyan szakemberekkel, akikhez most már nem csak kistérségen belülről, hanem a kistérség határain kívül, sőt megye határain kívül is szívesen jönnek és veszik igénybe ezeket a szolgáltatásokat. Aztán a következő fejlesztésünk a régi épületnek a teljes felújítása volt, és hát a régi nagy vágyunk az pedig a mentőállomásnak a kialakítása volt. Ma már ott tartunk, hogy gyakorlatilag 2 percen belül Sárospatak belterületén bárhová eljut a mentő. Nagyon büszke vagyok az egészségügyben dolgozókra és óriási köszönettel tartozunk nekik, hiszen az a kitűnő szolgáltatás, amelyet itt találkozhatunk az egészségházban, azt mutatja, hogy nagyon jó úton járunk. Irigykedve nézik ezt a szolgáltatást a környező települések is. Amellett, hogy nagyon jó szakembergárdát sikerült igazgatóasszonynak összetoboroznia, amellett egy kitűnő közösség is alakult ki. És nem csak a gyógyításban, nem csak a megelőzésben találkozhatunk velük, hanem szinte nincs olyan városrendezvény, amikor ne jönnének el. Ha kell, akkor vérnyomást mérnek, ha kell, akkor vércukorszintet ellenőriznek, és ha szükség van rá, akkor éppen főzőcskéznek, fakanalat vesznek a kezükbe, hiszen a legutóbbi bodrogparti főzőversenyt is az egészségháznak a csapata nyerte. Az intézmény vezetője arról beszélt vendégeiknek, hogy jó alapokra építkezve tudnak magas szintű ellátást biztosítani a lakosságnak. Nem csak ez a 40 év az említésre méltó, hiszen hogyha megnézzük, igaz, a rendelőintézet ma ünnepli 40 éves alapítását, de az egészségügyi ellátás, az itt élő emberekről való gondoskodás, az túltekint ezen az időszakon. Gondoljunk a 60-as, 70-es évekre, a Zöld Keresztre, a szülőotthonra, a régi házi orvosokra, fogorvosokra, iskolaorvosokra, hiszen ők voltak az alapok, akik megteremtették ennek a mai egészségügyi ellátásnak az alapjait. Én úgy gondolom, hogy a rendelőintézetnek a struktúrája az teljesen átalakult, hiszen egy komplex ellátást nyújtunk. Átfogjuk az alapellátást, átfogjuk a teljes járóbeteg szakellátást, és ez mindez kibővült az egynapos sebészeti ellátásokkal, a nappali kúraszerű ellátással, az otthoni szakápolással, az egészségfejlesztési irodával. Szinte az intézmény túlnőtte önmagát, talán egy ilyen pici mini kórházzá válik, amely átöleli az emberi élet valamennyi területét. Napjainkban a rendelőintézet egységeiben és a járóbeteg szakellátóban közel 170 ember dolgozik napi szinten a lakosság ellátása érdekében. A város polgármester a jubileum kapcsán emléklapot adott át az intézmény vezetőjének, míg a Semmelweis naphoz kapcsolódva a rendelőintézet saját dolgozóit is elismerésben részesítette.